az óvodásoknak az alsó tagozatos diákok zenés előadással készültek a Hevesiben, és felléptek a tornászlányok, valamint az iskola fúvós hangszereken tanuló diákjai is. A produkciók után a gyerekekre kézműves foglalkozás várt, míg a szülők a pedagógusoktól kaptak tájékoztatást. Próbálunk egy rövid kis műsorban, általánosságban minden oldalunkról bemutatkozni. Van egy pedagógiai ismertető, amit majd én a kedves szülőkkel megismertetek, tájékoztatom őket. A bemutató után pedig a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartunk, megismertetjük őket az épülettel, játszhatnak, ismerkedhetnek egymással. Gyere hát egy iskolába, kibogat az iskola, kapuját kitárja. A Körösiben is a jókedvé volt a főszerep. A tanítónők interaktív előadása után a tantermekben játékok várták az óvodásokat. Megpróbáljuk a szülőknek, gyerekeknek bemutatni az iskolának a legfontosabb jellemzőit, mik a pedagógiai hitvallásunk, mi az, amit nagyon fontosnak tartunk, hogy folyik az iskolában az élet, milyen módszerekkel tanítunk, milyen eszközöket használunk. A leendő elsősöknek áprilisban kell majd beiratkozniuk a szüleik által választott intézménybe.